Ahogy Isten igéjében olvassuk, kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen, Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntünk mindenkit az evangélium határok nélkül evangelizációs hét mai alkalmán. Szeretettel köszöntjük ma is Demeter Gábor testvérünket, és örülünk annak, hogy ő fogja ma is tolmácsolni nekünk az evangéliumot, magasra emelve a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Van egy motto énekünk, amit most már két este is énekeltünk az elején, így tesszük ezt most is. Hála ének hangja zendül ez az ének, magyarul is és cigányul is. Imádkozunk. Drága jó atyánk, hálásan megköszönjük neked, Uram, hogy itt állhatunk most szent házadba, gondok viselted mindegyiknek. Köszönjük, Uram, a szép drága éneket, hogy tudunk énekelni neked. Most az a mi kérésünk, hogy hallgass meg imánkat, áld meg, Uram, ezt a szép üzenetet, amit el akarsz küldeni nekünk. Köszönjük, Uram, azt, hogy betegségből, bajokból kivettél minket, és idehoztál. Valamilyen okok miatt, aki rokonunk, vagy családunk, vagy ismerősünk nem tudott idejönni, áld meg őket is. Most áld meg a Demetert, hogy az ő te szent ígédet úgy tudja hirdeti nekünk, hogy mikor innet eltávozzunk, a mi szívünk megmaradjon. Nyisd meg szívünket és elménket, és áld meg ezt az egész programot, egész héten, és a te áldásodat kérjük minden testvére. Az Úr Jézus nevébe kértünk. Amen. Most pedig egy ének szolgálatot fogunk meghallgatni, egy triót, és utána pedig Demeter testvérnek átadjuk a szót, és ő fogja az igét megnyitni. Thank you.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm ma este a kedves megjelenteket, úgy a magyar ajkú, mint a cigány ajkú testvéreket és barátokat. Jó az Isten! Úgy, ahogy mondta valamikor Péter apostol, bizonyan látom, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságát cselekszi. Nagyon boldog és hálás vagyok Istennek, ezért a megtiszteltetésért és előjogért, hogy itten Budapesten egy senki se semmi, ahogy én vagyok, az a nagy megtiszteltetés jutott számomra, hogy evangéliumot hirdethetek a kedves magyar és cigányajkú testvéreknek. E mai este elérkeztünk a harmadik előadásunkhoz, amelynek az a címe az evangélium, az az isteni orvosság, ami át tud segíteni a szenvedésben, bajban, veszteségben, és reményt tud nyújtani a halál pillanatában. Röviden egy pár szót a szenvedésről. Mindenütt, bárhol a világon, legyen az Amerika, Ausztrália, Kína, bárhol a világon, szinte minden egyes lépésnél találkozunk szenvedő emberekkel. És ezek a szenvedések különbözőek. Férfiak, nők, gyerekek megbetegednek sajnos sokszor gyógyíthatatlan betegségben. Nagyon sokan lelki
betegségben szenvednek. Csalódtak férjeikben, feleségeikben, barátukban, ismerősükben, munkatársukban. Vannak olyanok is, akik azért szenvednek, mert valami természeti csapás áldozatai lettek. Földrengés, árvíz, szélvihar, vagy éppen, ahogy napjainkban, a szomszédságban kitört az orosz-ukrán háború. Sokan kerültek az utcára, sírnak, jajgatnak, elveszítették gyerekeiket, hozzátartozóikat. És nagyon sok ember ilyen esetekben fellázott Isten ellen, és felnéznek az égre, és azt mondják, ha tényleg létezik egy szerető Isten odafent, akkor miért engedi meg ezt a sok szenvedést? Nagyon sok ember elbátortalanodik, fél és retteg a jövőtől. De vannak olyan emberek is, akik belenyugodnak, beletörődnek, fölkelnek és továbbán szorognak. És nem adják fel a harcot. És végül célba érkeznek. Legyen hála Istennek ezekért az emberekért. De nagyon kevés az olyan ember, aki hálát tud adni a veszteségért, hálát tud adni a betegségért. Ismerek ilyen embereket, és közöttünk van egy olyan áldott ember is, aki mikor szokott imádkozni, úgy szokott imádkozni, hogy segíts Istenünk, hogy ne a bajukat nézzük, hanem tégedet. És ez az ember a Jankó testvérünk. Van egy testvérünk odahaza Erdélyben, Rupinak hívják, Nyámcó, aki elveszítette feleségét, fiát, vagyonát, és mindig, mikor találkozok, megkérdezem, hogy vagy? Legyen hála Istennek, jól vagyok. Jobban, mint ahogy megérdemlem. Sokszor szégyellem magamat előtte. De vannak ilyen emberek is. Kezdetben, amikor Isten megteremtette az embert, boldog, tökéletes és egészséges volt. Nem Isten az okozója a sok bajnak, betegségnek és a halálnak. Sátán, akit úgy nevez Jézus Krisztus, a hazugság atya, az embergyilkos, az engedetlenség által zúdította ránk a sok bajt, a szenvedést, a betegséget és a halált. És amilyen mértékben sokasodik az emberi gonoszság, olyan mértékben zúdul az emberiség fejére a sok nyomorúság. Mert van egy törvényszerűség. Amit vet az ember, azt le is aratja. És akik szelet vetnek, vihart aratnak. Ez a világ nem más, mint egy fellázadt bolygó. És azt olvassuk a 84. Zsoltár 7. versében, átmenvén egy síralom völgyén. Azért van nevezve síralom völgyének, mert az ember sírva születik, és sírva hal meg. A 23. Zsoltár 4. vers pedig azt mondja, még a halál árnyékának völgyében járunk. A halál árnyékának völgyének van nevezve. Éppen ezért ne engedjük el magunkat, ne hagyjuk, hogy a betegség, szenvedés, veszteség letiporjanak és megsemmisítsenek. Higgyünk erősen Istenben és az ő szavában. Azt ígéri Isten a 41. fejezetben Ézsaiásnál, ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. A 26. fejezetében csak Ézsaiásnál azt mondja a 4. vers, bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában örök kőszálunk van.
és akinek szíve reját támaszkodik, megőrződ az teljes békében. És a zsidókhoz írott levél 13. rész 5. versének utolsó része azt mondja, nem hagy el, sem el nem távozik tőlünk. És Jeremiás 29.11-ben azt mondja Isten ígéje, tudom az én gondolataimat felületek, hogy békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy egy kívánatos véget adjak néktek. És Pál apostol olyan hálásan fejezi ki a római levél 8.28. versében, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden, de minden jókra van. És akkor felteszi a kérdést a 35. fejezetében, hogy kicsoda szakíthat el minket Krisztusnak szerelmétől. Betegség, szenvedés, halál, nyomorúság. És meggyőződve, teljes hittel elmondja, meg vagyok győződve, hogy sem élet, sem halál, sem fejedelem, sem következendő, senki és semmi el nem szakíthat bennünket a Krisztusnak szerelmétől. Mit mondjuk mindezekre? Amen. Amen. Mondjátok testvérek ti is. Amen. Amen. A mi könnyeinket Jézus Krisztus drága gyöngyöké, nehéz helyzeteinket áldott tapasztalattát tudja átváltoztatni. Vannak bibliai példák. József. Elment, hogy meglátogassa a testvéreit. Nem találja, és nagy távolságot tesz meg, hogy rájuk találjon. És ahelyett, hogy szeretettel fogadták volna, az első dolguk azt mondta, hogy letépték a ruhát, bedobták egy kútban, majd eladták rabszolgának. Ottan a rabszolga házában börtönbe kerül ártatlanságért, és gondolkozik, hogy vajon miért, hogy van, hogy is léteznek, hát hogy teljesednek az álmok. És József életében a megpróbáltatások Isten munkatársai voltak. Felkészítették az élet nagy feladatára. És ő lett Egyiptom miniszterelnöke. Isten a sok bajt jóra fordította. Vagy ott van Eszter és Márdokeus. Kiadják a halálos rendeletet. És Isten a szomorúságot örömre fordította. Rágondolok arra, hogy ezelőtt 2,5-3 évvel, amikor a halál járt az utcákon, amikor milliók betegedtek meg, és százezrek pusztultak el, Romániában létrejött Speranța Gáborilor, a Gáborok reménysége. A romokból kaptuk a telefonokat egymástól, hogy ne adjátok fel, menjünk tovább, higgyünk Istenben, és létrejött egy csapat, és Isten segítségével erősítsük és bátorítsuk egymást. A szenvedés lehet egy iskola, egy felső iskola, egy egyetem, ahol a tanár mit gondoltuk kicsora? A legnagyobb professzor. Tudjátok, hogy hívják ezt a nagy tanárt? Doktor docens honoris názareti Jézus Krisztus. Aki ezen a földön élt, mint a betegség ismerője és a fájdalmak férfia. De ne feledjük el soha, hogy egy nagy előjog és megtiszteltetés, hogy ebben az iskolában járhatunk és tanulhatunk. És ebben az iskolában eljuthatunk a legnagyobb ismeretre, ahol sehol máshogy nem kapjuk meg. Ahol a szenvedés, a baj, betegség, veszteség tökéletesekké tehet és megnemesít, és alkalmasá tehet a mennyországra. Jézus Krisztussal a szenvedések iskolájában
a mázsás teher szalmaszál lehet. A megpróbáltatás magas hegyei patkánytúrásoká. De ennek az ellenkezője is igaz. Jézus nélkül a megpróbáltatások maga a szalmaszál is mázsás teherré, a patkánytúrások pedig hatalmas hegyekké változhatnak. És mondjuk el Pál apostollal, a Filippi 1.21. Nékem azért az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. És a Filippi 4.13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Na de minden iskoláztatásnak van egy célja, nem? Mert nem abból áll az élet, hogy egy életen át csak tanulunk, hanem van mindenkinek egy célja, hogyha elvégzi az iskolát, ugye pályát válasz, mérnök, orvos, tanár, stb. Lehet belőle, de ahhoz, hogy eljusson oda, először szükség van egy vizsgára, nem? Aki minket tanít, nem más, mint a mi legidősebb testvérünk, Jézus Krisztus. Azt akarja, hogy jelesre vizsgázzunk. És azt olvassuk a Timóteushoz írott első levélben, 2. és 4. versében. Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És mit mondjunk? Hát, mit mondott a Zsoltáros, a 118. Zsoltár 25. versében. Ó, Uram, segíts most! Ó, Uram, adj most jó előmenetelt! Feltevődik a nagy kérdés sokszor, hogy miért? És szeretnék egy pár példát hozni az életből, a mindennapi is tapasztalatukból. Egy 7 gyerekes édesanyja, aki boldog életet él a férjével és a családjával, és meg van elégedve. Orvosi vizsgálatra került, és megállapítják az orvosok, hogy rákos, és rövid időn belül meghal. És mikor arrafelé mentünk, és csomagokat vittünk, a férje látott egy zsákot, ahol voltak paplanok, meg párnák, azt mondta, elkérné, mert 7 gyerek maradt tárván, de adjuk inkább a másiknak, akinek 12 gyereke maradt árván, mert neki is meghalt a felesége. Testvérek, összetört a szívem, és azt mondtam, gyere csak te is, atyafi. Hány gyerek van? 12. 12 zsák csomag, 12 zsák ruha. Neked 7 zsák ruha, 7 zsák élelem jár. A gyerek jön haza az iskolából, szabályosan közlekedik, megy a gyalog átjáron, megvárja, hogy zöld legyen, és hirtelen jön egy ittas állapotban sofőr, és halálra gázolja. Hiába várnak a szülők. Oda a reményük. Szülők, ahhoz, hogy a gyerekeknek jövőt biztosítsanak, kölcsönt vesznek fel a banktól. Azzal a hiszemmel, hogy van biztos munkahely, és törlesztik, és marad nekik is egy lakás. De változnak a körülmények. Elveszítik munkahelyüket. Nem tudják fizetni a költséget. És utcára kerül apa, anya és a gyerekek. Odahaza Erdélyben könyveket osztogattunk, és elmentünk egy faluban, betértünk egy házhoz, és sírva találtuk az édesapát, egy fiatal embert, egy olyan 30-35 éves lehetett, 4 éves fiával. És rákérdeztük, hogy miért sír.
Nagyon el vagyunk keseredve. A felesége elment egy néhány ismerős lányjal Olaszországban munkát vállalni, és kaptak. És összebarátkozott egy olaszsal, és azt üzente nekünk a telefonon, hogy felejtsük el, ami volt, ő többet haza nem jön, ő összeházasodott az olaszsal. Ezért sírunk, uram. Aztán, ha rágondolunk arra, a holokausztra, ami volt valamikor, amikor a zsidókat, majd később a romákat, azt mondhatjuk, hogy elég síralmas állapot volt. Vagy ha visszapörgetjük azokat az alkalmakat, amikor a kommunizmus idején sokan el voltak hurcolva, meg voltak verve, börtönt szenvedtek. Felmerül a kérdés, hogy miért, miért és miért? Ezen alkalommal szeretnénk Jobb pátriárka életéről, történetéről elmélkedni. És szeretném elolvasni az ígét, és megkérek mindenkit, akinek van lehetősége, velem együtt nyissuk fel az ígét a Jobb pátriárka könyvéből, az első rész első fejezetétől, első rész első versétől. Így olvassuk az ígét. Jobb könyve első rész első versétől. Vala az Úz földjén egy ember, akinek Jobb vala a neve. Ez az ember fethetetlen, igaz, istenfélő vala és bűngyűlölő. Születik pedig néki 7 fia és 3 lánya. És vala az ő marhája 7000 jú, 3000 teve, 500 igabarom, 500 szamar, cselédje is igen sok, és ez a férfi nagyobb vala a kelet minden fiainál. Olvassuk tovább, a 6. verstől. Lőn pedig egy napon, hogy eljövének az Istennek fiai, hogy udvaruljanak az Úr előtt, és eljöve a sátán is közöttük. És mond az Úr a sátánnak, honnét jössz? És felele sátán az Úrnak. Körülkerültem, és át meg átjártam a földet. És mondd az Úr a sátánnak, észrevetted-e az én szolgámat, Jobbot? Bizony nincs hozzá hasonló-e földön, fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Felele pedig az Úrnak a sátán, és mondta, avagy ok nélkül féli én Jobb az Isten? Nem te vetted-e körül őt magát, házát, mindenit, amilyen van. Keze munkáját megáldottad, marhaja, igen, elszaporodott te földön. De bocsássad csak rá a te kezedet, és verd meg mindazt, ami az övé. Avagy nem átkoz-e meg téged szemtől szembe? Az Úr pedig mondta a sátánnak, én minden, amilyen van, kezedbe adom, csak magára ne nyújtsd ki a kezedet. És kiméne sátán? Az Úr előtt. Drága testvérek, nem olvasunk tovább. Tudjuk a történetét. Egy kicsit elemezzük Jobb lelki állapotát. Hogy olvastuk, hogy milyen volt Jobb? Kegyes, istenfélő és bűngyűlölő. Milyen volt anyagi állapota? 7000 juha, 3000 teve, 500 pár ökör és 500 szamár. És nagyon sok szolga. Tehetős ember. Milyen volt a család élet? Azt mondja a jelentés, hogy vala egy felesége, nem kettő, egy feleség, 7 fia és 3 lány. Nagyon boldog életet élhettek, amikor 12-en egy asztalnál. Nagyobb boldogság nincs, mikor ilyen szép család együtt tudnak reggel és este imádkozni és részesülni a családi áldásban. Milyen volt a társadalmi állapota? Tisztelet övezte. És azt olvastuk, hogy kelet fiainál inkább előkelő volt. Vajon miért tisztelték ezt az embert? A vagyonáért?
a családjáért. Oda-haza nagyon sokan ismeritek, és hallottatok az öreg Brunka Mátéról, igaz? Meg van halva. Amikor még fiatalabb voltam, találkoztam vele a főtéren. Egy idős Gábor volt, egy másodosztályú ember, de tisztelték és becsülték. És mint gyermek hallottam sokszor róla, hogy tisztelik, és oda mentem, és megkérdeztem, Máté bácsi, mondja meg nekem, miért szeretik magát a Gáborok, és még a gyerekek is? Rám nézett, megsimogatott, akarod, hogy mondjam el? Igen. Na, én megmondom, drága fia, ne felejtsd el soha. Én ezért megdolgoztam. Megértette, hogy jobb tisztelve volt, tudjátok, hogy ő megdolgozott ezért. És figyeljétek, mert hogy dolgozott meg ezért. A Jobb könyvében olvasuk a 29. fejezetében az 5. verstől. Jobb pátriárka könyve 29 rész az 5. verstől. Mikor a mindenható velem volt, és körülöttem voltak gyermekeim, mikor lábaimat édes tejben mostam, és mellettem a szikla olajpatokakat untott, most jól figyeljük meg a következőket. Mikor a kapuhoz mentem fel a városon, a köztéren székemet fölállítám, ha megláttak az ifjak, félrevonultak, az öregek is fölkeltek és állottak. A fejedelmek abba hagyták a beszédet, és tenyerüket szájukra tették. A főemberek szava elnémult, és nyelvük az ínyök közre akart, amely fül hallott, boldognak mondott engem. És ekkor jön a magyarázat, hogy miért? Figyeljétek meg, hogy dolgozott rá ez az ember arra, hogy tisztelve legyen. És azt olvassuk a 12. verstől. Mert megmentém a kiáltozó szegényt, és az áravát, akinek nem volt segítsége. A veszni indultnak áldása szállt reám. Az özvegynek szívét megörvendeztetém. Az igazságot magamra öltém, és az is magára ölte engem. A vaknak én szeme valék, a sántának lába, a szűkölködő nekik atyuk valék, és az ismeretlen ügyét is jól meghányán vetém, és az álnoknak zápfogait kitördelém. Ezért volt tekintélye, presztízse ennek az embernek. Rá dolgozott. Ki érdemelte? És akkor miért jött rá a sok szenvedés? Ugye? Azt olvastuk, hogy volt egy találkozó. Ezt úgy tudnánk lefordítani magyar nyelvre, hogy egy kongresszus, egy világszintű konferencia, ahol az Istennek fiai a világ mindenség bolygóiról, mint képviselők megjelentek Isten előtt. És a mi földünk képviselője jogosan Ádámot illette volna meg. De Ádám hiányzik. És egy más valaki, egy idegen jelenik meg. És ki ez az idegen? Sátán. Hogy jutott Sátán annak birtokában, hogy bitorolja Ádám helyét? A Lukács evangéliumában találunk egy példázatot a 10. fejezetben, a 35. versben, hogy egy ember méne alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett. És a rabló mit csinált? Megtámadta, kifosztotta, és ott hagyta félholtan. Na ez a rabló maga Sátán, aki ott jelenik meg Ádám helyében. És figyeljétek meg, hogy mi történik. Én elgondolkoztam, és úgy valahogy próbáltam levezetni, és próbálom átadni, hogy mi történt tulajdonképpen.
minden egyes képviselő, a bolygó képviselői jelentést adtak. Boldogok voltak, és örömjelentést tettek. De a Földnek képviselője, mikor rákerült a sor, azt olvastuk, hogy hallgatott, álnokul. És Isten rákérdez, te honnan jöttél? A Föld nevű bolygóról. Átjártam a Földet. És Isten neki szegezi a kérdést. És ott az emberek nem boldogok. Neked nincs semmi mondani való. Azt mondja, nincs. És ekkor Isten kénytelen, hogy megemlítse a Jobb nevét, és azt mondja, hát nem vetted észre az én szolgámat, Jobbot? Istenfélő, feltehetetlen és bűngyűlölő. Na, erre várt Sátán, és mindegy vadállat, aki a bokrok közül leselkedik, ugrása készen, és ráugrik az áldozatra. És azt mondja, Jobb? Hát igen, igen, tudomásom van róla. És bedobja a kártyát. És azt mondja, Isten, te dicsekszel ezzel az emberrel. Hát elfelejtetted azt, hogy Jobb nem ok nélkül szolgál te néked? Ezt az embert megvásároltad, lekenyerezted, adtál neki vagyont, adtál neki családot, hírnevet. És egy szó, mint száz. Jobb le van kötelezve, hogy szolgáljon te néked. De kimutatja a méregfogát, és azt mondja, vedd csak el tőle, ami az övé. És én 100%-ban fogadom, hogy meg fog átkozni, és meg fog tagadni tégedet. Most elképzeljük, hogy az egész világ mindenség képviselőt, az a nagy konferenciát, milyen gyalázat volt Isten személyre nézve, hogy ő meg kell vásároljon valakit, le kell fizessen valakit, hogy valaki szeresse, és valaki tisztelje. És Isten kénytelen, hogy megengedje, hogy Jobb a tüzes kemencébe kerüljön. Az egész világ mindenség képviselő tanúi ennek a jelenetnek. És mindegy villámcsapás, zúdul Jobb fejére a csapás. Elveszíti a vagyont, egy napon meghal a hét fiú és a három lány, 10 koporsót kell ásson az udvaron. Aztán a feleségből ellenség lesz. Azt mondja, átkozz meg az Istent és hajj meg. Jönnek a barátok, 7 napig nem szólanak, és amikor a 7. nap megszólalnak, azt mondják, Jobb, lám, itt valami gond van. Isten nem ver bottal. Te valami nagy bűnt követtél el. Lehet, hogy eltörted az árvának a kezét. Az özvegyet üres kézzel bocsájtottad el. Lehet, hogy hidalmaztad a süketet. Vagy gáncsot vetettél a vaknak. És tudod, Jobb, van egy jó tanácsunk. Bánd meg, térd meg, mert Isten még megbocsáthatja. És Jobb azt mondja nekik, nyomorult vigasztalók, hazugságmesterek vagytok. Aztán nem csak a barátait, feleségét, vagyonát, hanem a saját egészségét is elveszíti. Amikor az ő bőrét kikezdték a férgek, és ott a szemindombon, elhagyatva, elcsüggedve,
arra gondolt, hogy talán Isten is elhagyott engem. És azt olvassuk Ézsaiás proféta könyvében a 49. fejezet 14. versétől kezdődően. Mintha jobb gondolatát adná vissza ez a leírás. Ézsaiás proféta könyve 49. fejezet a 14. versétől. És szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha el is feledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezek, mert az én markaimban metszettelek fel téged, és kőfalait előttem állnak szintele. Akkor is ott, amikor Jobb úgy hitte, úgy képzelte, hogy talán is Isten is elhagyta, ekkor lép a színpadra, a színtére maga Isten. És beleavatkozik Jobb szenvedéseiben. Látomást kap Jobb, egy isteni látomást. Amikor úgy gondolja, hogy ő a legnagyobb szenvedő, hirtelen meglátja Istent, amit leszáll a trónról. Leteszi a koronát. Elhagyja a mennyei udvarukat, az angyalok imádatát. Megszületik egy barlangistálóban, egy jászolban. Aztán el kell menekülnie Egyiptomban, és majd visszatelepszik Názáretben. Majd látja Jézust ott a pusztában, 40 napi éhség után, amikor meg van próbáltatva. Látja 3,5 éves munkásságát, amint gyógyít, vigasztal, bátorít. Látja azt, hogy az emberek megvetik. És majd látja Jézust a Getsemáni kertben, amikor vért izzadt. Tudomást szerez ebben a látomásban Júdás árulásáról. Péter gyávaságában, amikor megtagadja az Urát 3-szor. Látja Jobb Jézust, amikor elfogják, megkötözik, elviszik Annás és Kajafás főpap házában. Utána elviszik Pilátushoz, Herodes ismét Pilátushoz. Látja, hogy köbdösik, bottal verik, megostorozzák, tövis koszorút tesznek a fejére. Aztán látja őt a szenvedése útján, hogy a kereső alatt 3-szor összeruskat. És majd elérkezik a Koponyák hegyére. Amikor azt a két gonosztevőt le kell szíjazzák, Jézus önként ráfekszik a keresztre. És felemelik ég és föld között. És most következik a csattanója. Ott a Golgota hegyén, a kínos keresztfán, az Atya Isten is elfordul az ő fiától. És maga Jézus Krisztus elkiáltja, éli, éli, lama sabaktáni. Azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? És a villámok érintik a keresztet. Jégeső, szélvihar, sötétség veszi körül. És végül a szíve is meghasadt. És mielőtt befejezni életét, elkiáltja magát. Atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. És majd látja Jobb, hogy Jézust eltemetik. De Jézus föltámad. És arra lesz figyelmes Jobb, egy nagy csodára, és ezt a csodát le is írja a Jobb könyve 19-25. Versében, hogy ez a feltámadt Krisztus eljön másodszor.
És a 19. fejezet 25. versében azt írja, azt találjuk megírva, mert én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én porom felett is megáll. És a 27. vers, akit magam látok meg, az én szemeim látják meg, nem más. Jobbnak ez elég volt. A legjobb időben érkezett ez a bátorítás. Amikor úgy érezte Jobb, hogy mindenki cserben hagyta, hogy maga az Isten is elfeledkezett róla, jött a válasz, én róla nem feledkeztem el. És azt találjuk a 42. fejezetében, a Jobb könyvében, az 5 és 6. verseiben. Jobb könyve, 42. fejezet, 5 és 6. vers. Az én füleimnek hallásával hallottam felőled, és most jól figyeljünk. Most pedig szemeimmel látlak téged, ezért hibáztatom magam, és bánkodom a porban és a hamuban. Ezért volt bátorságom elmondani, hogy látomást kapott, mert maga Jobb mondja, hogy eddig füleimmel, most pedig szemeimmel látlak. És ezért bánkodom a porban és a hamuban. Meggyőződött Jobb arról, hogy Isten nem hagyja el. De meggyőződött egy igazságról, hogy a legnagyobb szenvedő nem ő, hanem van nálán egy más, Jézus Krisztus. Jobb a szenvedések iskolájában, a tüzes kemencében megtanulta jól a leckét. Kitől? A nagy professzortól. A fájdalmak férfiától. És legyen hála Istennek, hogy jelesre vizsgázott. Megnyerte a diplomát. És tudjátok, mivel volt aláírva? Aláírva az Úr Jézus vérével. És az Atya Isten, mint a rektor jóváhagyásával, és a Szentlélek pecsétjével. És ott voltak a tanúk, a korona tanúk. Tudjátok, kik voltak? Az Istennek fiai. A világ mindenség bolygóiról. Eldőlt a per. Isten megdicsőült, mert Jobb nem átkozta meg az Istent, amikor mindent elveszített. Elveszítette a családot, elveszítette a vagyont, elvesztette a feleségét, elvesztette a barátokat, az egészségét, a bőrét is. És csórin ott a szemétdombon, abban a látomásban, elvesztette Sátán a játszmát. És van egy szép énekünk Erdélyben, a régi énekeskönyvben, hogy a hajó révbe jött, és az utolsó mondata azt mondja, pedig aggasztó volt a harc, majdnem az ellen nyerte azt. Drága testvérek, ez volt a Jobb története. És azt olvassuk a Bibliában, hogy ezek azért irattak meg a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Bennünket is körülvesznek betegségek, szenvedések, veszteségek, bajok, halál. És szeretnék egy pár mondatban elmondani azt, hogy 65 éves vagyok Isten kegyelméből, de engemet is ért az életben sok vihar. 1986. augusztus 19-én ártatlanul börtönre ítéltek. 19 Gáborral voltunk, mindegyiket külön velvettek a rendőrök, és politikai okot akartak adni, és elítéltek
6 hónapra. És Isten úgy dolgozott, hogy csak 20 napot kaptunk, és ebben a 20 napban beleesett a szombat. Az első szombaton nem kellett, de a másik szombaton köteleztek, hogy menjünk dolgozni, és elmondtuk, hogy elmegyünk, de ma nem tudunk. Adventisták vagyunk. És ezért szigorított börtönre jutottunk, lánc és bilincs. Ütöttek, vertek, gyaláztak, és a Jóisten megsegített, és itt vagyunk. A második próba 2012. január 1. napja, amikor szilveszter éjszakáján az egész családdal boldogok voltunk, és az én feleségemmel, arra ébredünk, hogy a feleségem azt mondja, hogy fázik. Letakartam egy pléddel, elmentem az udvar, hogy kiengedjem a tyúkokat, és maximum 10 perc, mire visszajöttem, láttam, hogy a feleségem szeme nyitott, és kérdezem, mi történt? Csak ennyit csinált. És kimúlt. Jöttek a mentősök, próbálták másfél órát éleszteni, és egy másfél óra után azt mondja a főorvosnő, van egy rossz hírünk, Gábor úr. A maga felesége meghalt. A testvérek meghomályosodtak a szemei, megtántorodtak, megtámaszkodtam a falnak, láttam a családot sírni. A Jóisten lelke támogatott, és annyit tudtam mondani. Ezen már nem tudunk segíteni. Egy dolgot tudunk tenni. Térdeünkre is imádkozunk. És azt mondtam, Istenem, 35 évvel ezelőtt adtál nekem egy ajándékot, az én drága feleségemet. Nagyon szerette. Ez a te ajándékod volt. Te adtad, te vetted el. Áldott legyen a te nevet. Egy dolgot kérek tőled, Istenem. Őrizd meg az én családomat és engemet is, hogy ne adjuk fel a hitet. Ne fordítsunk hátat te néked. És Isten meghallgatta imánkat. Aztán utána jött, meghalt az én drága apám. A tavaly meghalt az én anyám. Aztán jött a Covid járvány. Meghalt az én drága apatársam, a fiamnak az apos, akit nagyon szerettem. Nagyon sokan ismertétek. Annyira szerettem őt, hogy mikor meghallottam, hogy meghalt, ágynak estem, napokon át nem kellett sem az étel, sem az ital, és 2 héten át keresztül a család nem tudta, hogy életben maradok, vagy meghalok. Lezártam a telefont, nem akartam senkivel kommunikálni, nem kellett semmi. És egy reggel jött egy gondolat, mintha valaki azt súgta volna. Kapcsold be a telefonodat. És bekapcsoltam. És már azonnal csörgött. És egy drága testvérünk, áldja meg a Jóisten a szilájságból, Köteles Tibornak hívják, azt kérdezi, te vagy Demeter? És mondom, igen, én vagyok. Hála Istennek! Az a hír járta, hogy meghaltál. És arra kértem az Istent, próbáltalak többször hinni, hogyha életben vagy, akkor kapcsol be a telefont is. Köszönöm az Istennek, hogy válaszolt imámra. Azt mondom neked, ne add fel! Szükség van a családnak, a gyülekezetnek, a cigán missziónak szükség van rád. Ne add fel! Testvérek, mikor meghallottam, ez mintha valaki hideg vízzel, vizet öntött volna rám. Úgy 4 kézláb. 4 kéz lemásztam az ágyból, fölöltöztem, és kimegyek a nappaliban, ott van a család. Látom, hogy ünneplőben vannak, és kérdezem tőlük, hogy milyen nap van ma? Szombat. Azt sem tudtam, hogy milyen nap. Soha nem volt ilyesmi életemben. Megmosakodtam, és azt mondtam, na figyeljetek ide. Gyertek, énekeljünk egy éneket. Elénekeltünk egy éneket. Mondom az unokámnak, olvasd el a 91. Zsoltárt. Elolvastak le, na most gyertek, imádkozom. És azt mondtam, Istenem, 2 dolgot kérek tőled. Ha jónak látod, ha megegyezik akaratoddal, add vissza egészségemet és életemet. És én megígérem neked, hogy én vissza fogom adni az én életemet te néked. És bárhová küldesz, bárhová hívnak, segíts meg, hogy eleget tegyek.
és Isten kegyelméből itt vagyunk. Jó az Isten, drága testvérek! Evangéliumot hirdettünk határok nélkül. És szeretném befejezni egy bátorítással, ami úgy nekem, mint nektek szolgáljon megerősítésre. A zsidókhoz írott levél 10. fejezet a 35. versétől. Így olvassuk az ígét. A zsidókhoz írott levél 10. fejezet a 35. versétől. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerítek az ígéretet. Mert még vaj, még kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Az igaz ember pedig hitből él, és aki meghátál, abban nem gyönyörködik a lelke. De mi nem vagyunk a meghátálás emberei, hogy elveszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. Drága testvérek, az én imám az, hogy ne adjuk fel. Tartsatok ki. Már csak rövid idő van. Jön Jézus Krisztus. És nem lesz többet szenvedés, nem lesz halál, nem lesz fájdalom. Senki nem fogja mondani, hogy beteg vagyok. Isten áldjon meg mindannyiótokat az ő kegyelméből. Amen. Egy éneket, és az ének előtt majd a kedves Mari egy költeményt fog elmondani. Miért nem tudok lenni, Uram, hűséges, mint akarok? Miért nem gyümölcsözöm szebben, szentebb, miért nem vagyok? Miért nem tudok, Uram, szelídebben szolgálni Te neked, bátrabban és boldogabban, miért nem hirdetlek Téged? Miért nem tudok még buzgóban szent szavadra hallgatni? Miért nem tudok melegebben több jóságot osztani? Miért nem tudok szelidebben szent szavadra hallgatni? Miért nem tudok a próbákban, ahogyan jobb megállni? Nem tudok, mert az én Isten leigáz a lelkemet. Nem tudok, mert a lágy melegség bénítja a lelkemet. De most kérlek, segíts, Uram, hogy én is kövesselek, és lángoló szeretettel hirdessem a Te nagy kegyelmed. Jézus meghalt a kereszten, hogy bűneimtől megmentsen. Fújt az arcán a drága vér, Te érted is, kedves testvér. Még ma jöhet, még nem késő, Jézus hív téged, testvér, jöjj! Add át neki a szívedet, Jézus szeret, nagyon szeret. Megkínozták és megverték, Te érted ontott a vérét, mikor ő már nem bírta,
magad kiadta. Még ma jöhetsz, még nem késő, Jézus hív téged, testvér, jöjj, add át neki a szívedet, Jézus szeret, nagyon szeret. Harmadnapon feltámadott, mindenki némán maradott. Ő azt mondta, most elmegyek, hogy nektek helyet készítsek. Még ma jöhet, még nem késő, Jézus hív téged, testvér, jöjj, add át neki a szívedet, Jézus szeret, nagyon szeret. Kedves testvér, ne halaszd el, jöjj Jézushoz bűnös szívvel. Most tégedet Jézus szeret, nagyon szeret. Még ma jöhetsz, még nem késő, Jézus hív téged, testvér, jöjj, add át neki a szívedet, Jézus szeret, nagyon szeret. Az igéből hallottuk, arra kér bennünket az apostol, ne dobjuk el a bizodalmunkat, ne dobjuk el a bizodalmunkat, hanem jöjjünk a mi Istenünkhöz így közösen is énekeljünk. A 105-ös számú éneket énekeljük, ennek mind a négy versét, az áldott orvos már közel. Thank you.
Atyánk, a dicsőítvén megállunk egy imára. Drága és szent édesatyánk, a drága Jézus nevében előtt bejárulván, köszönjük az üzenetet, hogy még mindig törődsz velünk, foglalkozol, angyalaid, szent lelked és Jézus vérünk, úrunk vére és közbejárása által, hogy megbocsásd nékünk gyengeségeinket, úrunk bűneinket, irgalmas és kegyelmez népednek. Légy velünk, atyánk, a derűs napunkban is, de légy velünk a próbákban. Légy velünk, hogy néked hozunk dicsőséget, hogy embertársaink megismerhetnének. Ott, ahol járunk és kelünk, adj adakozó szívet, nyitott életet, hogy téged magasztalván embertársaink között sokan megismerhetnének téged. Most kérünk Demeter testvérért, áld meg a sorozatot, úrunk, amit általa felkészítettél, üzeni népednek, gyermekeidnek. Köszönjük, úrunk, a közbejárást, irgalmadat és kegyelmedet a Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. És szeretettel hívunk mindenkit a holnap estére is. Legyünk együtt, minél többen, hallgassuk az evangéliumot minél többen. A holnapi előadásnak a témája és a címe az evangélium, az az isteni eszköz, amely képes lerontani a válaszfalat, melyet a bűn emelt Isten és ember között, illetve ember és ember között. Jó pihenést, jó éjszakát mindenkinek!